13. alkalommal rendezték meg a Bogáti forgatagot. A kétnapos rendezvényen számos programmal várták a település és a környék lakóit. Az elmúlt években mindig sikeres volt a forgatag az anyagi forrásoknak és a településen élőknek köszönhetően. Simon Miklós, a térség országgyűlési képviselője szerint az ilyen ünnep lehetőséget ad a találkozókra, az együtt gondolkodásra. Az ünnepek nem csak arról szólnak, hogy szórakozunk, hanem igenis dolgozni kell ekkor is, és bemutatni az embereknek, hogy a felelős vezetők, akár az ország vezetői, miben gondolkodnak. Nos, ez jó lehetőséget ad most is. A rendezvényen a Magyar Honvédség is tartott bemutatót. A toborzópont keretében a fiatalok a katonai hivatással is megismerkedhettek. Simicskó István honvédelmi miniszter a rendezvény vendégeként köszöntötte az ünneplőket. Televízión kérdésére elmondta, hamarosan átfogó fejlesztési tervet indítanak a honvédségben. Végre elkezdtünk a rendszerváltás óta abba az állapotba, hogy a magyar gazdaság olyan mértékben növekszik, amelyen lehetővé válik a Magyar Honvédség fejlesztése is. A kormány döntött arról, hogy a 2024-re elérjük a GDP 2%-át, amit védelemre fordítunk majd. Ehhez mi összeraktunk egy fejlesztési tervet, Zrínyi honvédelmi és haderőfejlesztési tervet, és ez egyrészt kiszámíthatóságot ad a katonai hivatást választó polgártársainknak, nyilván akik már bent szolgálnak azoknak is. A megtartó képességünk is erősödik, és végre 25-26-27 év után egy átfogó fejlesztési programot tudunk elindítani, amely modernizációs folyamattal párosul, tehát az egyéni felszerelést a ruházattól kezdve egészen a laktanyi körülményekig, és nyilván a különböző fegyvernemi kultúráknak az újraélesztéséig terjed majd ez a folyamat. Nyilván a NATO szövetségi rendszerünkön belül képzeljük el mindezt, a NATO elvárásával is találkoznak ezek a fejlesztési elképzelések. Nagyon fontos üzenete van ennek, hiszen az ország biztonságát katonai értelemben a Magyar Honvédség katonái garantálják. A résztvevőket köszöntötte Danku Csaba, jogi ügyekért felelős helyettes államtitkár is, aki kiemelte, az elmúlt években jelentős anyagi források érkeztek a térségbe, ezzel is megkönnyítve a vidéki lakosság életét. A szombatesti ünnepi műsorban számos elismerést adtak át. Többek között köszöntötték Nyírbogát legidősebb lakóit, a legszebb porták tulajdonosait és a helyi általános iskola legsikeresebb tanulóit is. A legkiemelkedőbb nyírbogáti lakosok munkáját a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés bronz emlékplakettjével ismerték el. Azt gondolom, hogy ez különleges jelentőségű, és azt üzeni akár a legkisebb településen élő emberek számára is, hogy a megye odafigyel azokra az emberekre, és értékeli a közösségek vezetőit, a települések vezetőinek a javaslatai alapján azt a munkát, amit helyben akár csak egy helyi közösségért, akár tágabb értelemben végeznek ezek az önkéntes, egyébként munkájukat önkéntesen vagy hivatásukban kiemelkedő teljesítményt nyújtva végeznek ezek az emberek. A rendezvényen a helyi iskolások és a testvértelepülés néptánccsoportjának műsorát követően fellépett többek között Magyar Rózsa énekesnő és Lola, a kétnapos rendezvényt Demjén Ferenc élő koncertje, majd tűzijáték zárta.